Többször szóba került már itt reggeli műsorainkban, hogy nem csak fizikailag, de lelkileg is igencsak megviseli az embereket a járvány, illetve azzal kapcsolatos bezártság. De hát, hogy erről egészen pontosan adatokat tudjunk, erre egy kifejezett kutatási program indult a BME-n, a Budapesti Bűnszaki Egyetemen, ahol Polnár Bertalan egyetemi adjunktus vezeti a kutatásokat, akivel most Skype-on tudunk beszélgetni arról, hogy hogyan is működik ez a dolog, hogyan lehet csatlakozni, hogyan lehet részt venni, kiknek szánják ezt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket! Pontosan mi is ez a kutatás, mit vizsgálnak? Igen, ahogyan a felvezetőben is mondták, hogy ezt mindenki tapasztalja meg, sok kutatás is megjelent arról, hogy mióta a koronavírus járvány kirobbant, az embereknek a mentális egészsége az jelentősen romlott. De arról viszonylag kevesebb vizsgálat van, amiről egy közelebbi képet adna, hogy ez pontosan hogyan alakul ki, és hogy kik vannak fokozott kockázatban ebből a szempontból. És mi erről szeretnénk egy képet adni, hogy mi a folyamata annak, ahogyan a mentális egészség romlik, vagy éppen javul. És az is nagyon érdekes, hogy aki szembesül ezekkel a stresszorokkal, és mégis megőrzi a mentális stabilitását, milyen erőforrások állnak rendelkezésére, és ez alapján esetleg tudunk információt adni arról, hogy hogyan lehet megóvni a mentális egészséget ebben a rendkívül stresszteli helyzetben. Jellemzős ötletes módon a járvány viszonyokhoz igazodva, nem személyes felmérések ezek, ugyanem egy applikáción keresztül lehet bejelentkezni. Hogyan, milyen módon, teljesen nyitott ez a dolog, egyszerűen meg tudja bárki oldani, milyen technikai felkészültség kell hozzá, és mire számítson az ember, hogyan készüljön erre? Igen, köszönöm. Igen, a vizsgálat teljesen az interneten keresztül zajlik. Tulajdonképpen egy e-mail címre van szükség a részvételhez, és e-mailben küld majd a rendszer kérdőíveket internetkapcsolatra, és valamilyen eszközre, ez lehet egy számítógép, tablet, laptop, okostelefon, amin az e-mailket fogadni tudják és meg tudják nyitni, azok egy böngészőbe megnyitható oldalra vezetnek. Tartalmilag mégis mire kíváncsiak? Tehát nagyjából én kicsit elvicceltem itt a felvezetésben, még a műsor elén, hogy nagyjából meg tudom jósolni, mi lesz a válasz. Nyilván nem jó hatással van és hangulatilag nyomasztó az emberekre, de mégis részletesebben mire kérdeznek rá, mire kíváncsiak? Egyetlen hogyan lehet ezt vizsgálni, milyen módszert annál? Mert ugye, milyen lesz az emberek, vagy hogyan hat az emberek hangulatára, az egy nagyon tág fogalom, hogyan lehet ezt leszűkíteni? Igen, köszönöm, az nagyon fontos kérdés. Úgy néz ki a vizsgálat, hogy amikor az emberek egy linkre kattintanak, ennek lehet, hogy a sajtóban megjelent már, itt most felolvasom a linket jobb ilyen, covid19.zon.form.org. Egyébként a 24.hu-n írtak róla, ott megvan a link. Igen, mert ez most nem biztos, sőt, biztos, hogy nem írta fel mindenki. Tehát itt lehet elvileg csatlakozni ez a felméréshez. Igen, ezt a címébe átküldtem. Illetve a BME oldalán is gondolom, hogy valamilyen módon, ha rákeresünk, akkor megtaláljuk. Igen, hogy BME koronavírus kutatás, így a Google-ben valószínűleg fogják találni. Szóval mire kérdeznek rá, hogy néz ki egy ilyen teszt? Igen, tehát a legelején arra kérdezünk rá, hogy ennek az alapvető demográfiai tényezője, hány éves, milyen nemű, milyen anyagi erőforrás, ez is egy fontos erőforrás lehet a megküzdésben, utána pedig rákérdezünk arra, hogy általában milyen stratégiákhoz nyúl, amikor nehéz életesemények érik. Például megpróbálja átértékelni ezt, megpróbálja elfogadni, vagy esetleg az önbánatba sodródik, vagy elkezd rágódni rajta. Milyen képességei vannak arra, hogy önmagát és másokat megértjen, általában mennyire jól működik ez. És ilyesmi egyéb tényezőket mérjük, hogy valaki általában hogyan látja magát. És akkor másnap reggeltől két óránként küld a rendszer egy rövid kérdőívet, ami arra kérdez rá, hogy most éppen hogy érzi magát. Ugye ezzel elkerüljük azt, hogy az ember, amikor kitölt egy kérdőívet, hogy volt az elmúlt két hét, akkor az befolyásolhatja, hogy épp amikor kitölti, akkor milyen állapotban van. Hogy hosszabb időt kell fölidézni, akkor nehezebb emlékezni minden részletre. Ezért mi azt kérdezzük csak nagyon rövid kérdőívekben, hogy most vagy az elmúlt két órában mi történt, éppen dühöt, átélte félelmet, vagy éppen boldogságot, mennyire tudott koncentrálni. Nem tartanak attól, hogy egy picit, hát nem azt mondom, hogy bonyolult, de hogy nem feltétlenül jön rá a nap 24 órájában mindenki, vagy két óránként, hogy bejelentkezzen és visszajelezzen. Igen, ezt tudjuk, hogy ez nem reális. Azért küldi a rendszer két óránként az emlékeztetőket, mert így bízunk abban, hogy lesz olyan is, amikor alkalmas időpontra jön, és akkor, hogyha az embernek olyankor van ideje kitölteni, már azzal is tudja segíteni a vizsgálatot, de hogyha
éppen nem alkalmas időpontban jön, akkor egyszerűen csak hagyja figyelmen kívül ezeket. Egyébként kiket vizsgálnak meg konkrétan? Mert most erre lehet, hogy jelentkezik 118 éves, és 235 éves, és mondjuk 50 év fölött egy sem. Tehát gondolom, hogy azért minden korosztályból kell, hogy reális képet mutasson, ezt meg előtte leszűrik? Annyit szűrünk, hogy csak 18 éven felettiek vehetnek részt a vizsgálatba. Ezentúl bízunk abban, hogy mindenféle korosztályból és társadalmi háttérrel részt vesznek majd emberek, így ezért is nagyon jó lehetőség, hogy tudunk szerepelni így a sajtóban is. Minél többen jelentkeznek. Mi az igazi cél? Mi lesz ennek a sorsának a felmérésnek? Igen, ezen egy csoportban dolgozunk, egy doktori hallgatóval, Rónai Leventével közösen, illetve három mesterszakos hallgatóval, akiknek ez egy szakdolgozati projektje, Hand Flóra, Schmidt Beáta és Schmidt Vig Katalin. És hát az első cél az, hogy készítsünk bele egy publikációt, de igazából az izgalmas, hogy hosszú távon aztán ezzel a publikációval mi lesz. Abba bízunk, hogy ebből a vizsgálatból megismerjük azt, hogy a járványhelyzet alatt a lelki ellenálló képesség az mitől függ és hogyan vizsgálható, esetleg vannak-e előjelek az embernek a hangulati változásaiban. Ha valaki nagyon sokszor kitölti ezt a kérdőívet, akkor láthatjuk esetleg azt, hogy időben hogyan ingadozik a hangulat, milyen érzelmek, melyik érzelmek után erősödnek föl, erre fogunk készíteni statisztikai modelleket. És reméljük, hogy ez hosszú távon hozzájárul ahhoz, hogy létre tudjanak. Polnár Bertalan, köszönjük szépen, hogy elmondta mindezt, reméljük minden többen lesznek, akik erre a publikációra csatlakoznak. Tehát a BME oldalán találják meg. Köszönjük.